Jó estét kívánok! Rendhagyó módon férfi napot tartunk ma a Nap hírében. A témák is férfiasak, és a vendégek is mind urak, ismerjék meg őket. Itt van Hatházi Ákos független országgyűlési képviselő, Horváth Zoltán, publicista, és Vona Gábor, a Jobbik volt elnöke. Jó estét kívánok! Mondom rögtön a nap kérdését, bár nem ezzel a témával kezdünk, de tudnak még alakítani a szavazati arányokon. Íme a kérdés. Klímavédelmi akciótervet hirdetett meg az évértékelőjében tegnap délután Orbán Viktor. Ön szerint hiteles-e a miniszterelnök aktivitása zöld ügyekben? Ez volt a kérdés, és a válaszok ebben a pillanatban úgy állnak, hogy a válaszadók, a nézők 15%-a véli úgy, hogy igen, Orbán Viktor ebben hiteles, 85% úgy véli, hogy nem. Na, visszatérünk majd arra egy kicsit később, de azzal kezdjük, hogy ma a parlament megtartotta a tavaszi ülésszak nyitó ülését, készítettünk erről egy kis összefoglalót, és hát a nap egyik hőse, szereplője itt ül ma a stúdióba. Szóval következzék a film, és aztán beszélgetünk. A várakozásokkal ellentétben nem Orbán Viktor, hanem Kásler Miklós felszólalásával kezdődött a parlament tavaszi ülésszaka. Gyurcsány Ferenc megkérdőjelezte a miniszterelnök sikeres kormányzással kapcsolatos kijelentéseit. Nem könnyű koncentrálni, hogyha az embernek enyves a keze, ja bocsánat, tintás a keze, azt akartam mondani, akkor tényleg nem lehet neki könnyű. Egyébként pedig, ahogy a kollégáim elmondták, értékelték az emberek a tavalyi évet Dunaújvárosban. Elküldték önöket a pokolba. A politika poklába, nagyon helyesen tették. Tintásság ügyében pont öntől nem fogadnánk el kioktatást. Ami a tegnapi választást illeti, több szempontból is nagyon tanulságos ez a választás. És hogyha hozzáveszem, az elmúlt napokban tett nyilatkozatait ezt erősíti, mert a több éves bujdocsás után ön egyre kevésbé próbálja meg titkolni, hogy a teljes baloldal vezető szerepére tör. A vitához Hatházi Ákos egy táblával szólt hozzá. Sanda Tamás parlamenti államtitkár éppen egy ellenzéki kérdésre válaszolt, amikor a független képviselő a házelnök feje fölé egy stop propaganda feliratot lógatott. Fölszólítom, hogy sürgősen hagyja abba, illetve tájékoztatom, hogy az ülésről a mai napra kitiltom, és későbbi szankcionálásáról pedig majd a házbizottságot fogom tájékoztatni. Na, nem Hatházi Ákosnak szól az első kérdés, hogy mit gondoltok, vagy mit gondolnak Hatházi Ákos akciójáról, kívülállóként? Hát én nagyjából úgy gondolom, hogy ebbe a parlamentbe már minden belefér. Adott esetben ez a inkább az utcai politizálásra emlékeztető akció is. Végül is... Árt vagy használ az ellenzék ügyének szerinted? Ilyen nincs, hogy árt vagy használt. Biztos vannak választók, akik lelkesen rajonganak az ilyen akciókért, és biztos vannak olyanok, akik azt mondják, hogy ez nem a ház felszentelt tekintélyéhez méltó viselkedés, itt tessék úriember módjára viselkedni, és nem mutogatunk tálakat. Én inkább azt kérdezném Ákostól, már elnézéssel átveszem a szerepet, hogy mit jelent az, hogy kitiltanak az ülés? Úgy tudom, hogy ott maradt végig. Majd ígérem, hogy erre lehet válaszolni, de kíváncsi vagyok Vona Gábor véleményére. Árt vagy használ, egyáltalán mi a véleménye? Ezt én sem tudom eldönteni, hogy árt vagy használ, hiszen nem is ebből a szempontból kell megközelíteni, hanem egyszerűen azt kell látni, hogy az országgyűlés, főképpen a kormánynak az országgyűlés méltóságához való hozzáállása tekintetében annyira abszurdá vált, hogy erre abszurd válaszokat lehet csak adni. Tehát szerintem, és nem azért, mert most itt ül az Ákos, de Hatházi Ákos válasza szerintem adekvátabb, mint mondjuk bármelyik felszólalás volt a mai napon. Tehát sokkal inkább szimbolizálja mindezt, amit ma a Magyarországgyűlés jelent. Na, akkor figyelek. Egyeztetette például az ellenzéki pártokkal arról, hogy mire készül? Egyeztettem, ez is majd egy érdekes kérdés egyébként. Azt kell elmondani, hogy én magam nem gondoltam, hogy még a múlt október után még táblát fogok mutatni a parlamentben. Nem is voltam teljesen biztos benne, hogy ezt meg kell tenni. De azban egészen biztos voltam, hogy azt a
jogszabálymódosítást és azt a játékszabálymódosítást, amit megengedett magának a Kövér László és a Fidesz a múltkori események után, azt nem lehet szó nélkül hagyni. Tehát itt azt kell tudni, hogy egy nagyon komoly jogfosztása volt a országgyűlési képviselőknek, és be kellene most már látnunk, hogy ha minden ilyen menet közbeni játékszabálymódosítást szó nélkül hagyunk, vagy csak szavakkal próbálunk ellenkezni, akkor mindig lesz következő. Tehát most ugye azt csinálták, hogy elvették a jogunkat ezektől a tábláktól, nagyon komolyan fognak szankcionálni, kitiltanak, minden lesz itt. Még nagyobb baj, hogy elvették a belépési jogunkat, a szabad belépési jogunkat közintézményekbe, nem tudunk igazán ellenőrizni, ezeket elvették. De ennél még komolyabb játékszabálymódosítások lesznek. És egyébként hagyd mondjam el egy mondatban ennek az egésznek a lényegét, amit szeretnék ezzel kifejezni. Vannak Magyarországon elvileg olyan szervezetek, amelyik a nevükben arra valók, hogy ezt a hatalmat kontrollálják, és ezek a nevükben arra valók, hogy azt mondhassuk, hogy itt demokrácia van. Van, elvileg van alkotmánybíróságunk, elvileg van számvevőszékünk, van médiatanácsunk, közmédiánk, ügyészségünk, ez a nevükben ezek jól hangzanak, de semmilyen ráhatásunk nincsen ellenzéki politikusként, hogy ezek valóban működjenek, és egyetlen egy olyan szervezet van, ahol meg tudjuk azt akadályozni, hogy a Orbán meg a Fidesz azt mondja, hogy hát itt működik a demokrácia, ez a parlament. Tehát nagyon-nagyon veszélyes, hogyha mi nem figyelünk oda, akkor tulajdonképpen segítjük a Fideszt, mert fenntartjuk a látszatát, hogy itt még lehet vitatkozni, lehet itt indirekt módon ugye a Hatházi képviselőről azt mondja, hogy mindenki cinkos, aki asszisztál ahhoz, hogy bennül a parlamentben, és nem úgy viselkedik, ahogy ő viselkedik. Ez nagyon fontos. Szerintem az ellenzéknek még sokat kell azon gondolkodni, hogy erre megfelelő választ adjon erre a jogfosztásra, de nem azt mondom, hogy cinkosok, csak egyelőre szerintem nem a megfelelő válaszokat találták meg. Na Gábor, már nagyon nehezen tudtam magamba tartani, mert én nem vagyok az országgyűlésben jelenleg, és kívülről persze mindig könnyű valamit javasolni, de én úgy érzem, és nyilván Ákos elmondja, hogyha nem így látja, hogy eljött az idő arra, hogy az ellenzék egyszerűen létrehozzon egy árnyék országgyűlés, vagy egy alternatív országgyűlést. Akár átvonulni a felsőházi terembe, és azt mondani, hogy innentől kezdve nyilván minimális szinten el kell látni azokat a kötelezettségeket, amiket az országgyűlés egy képviselőre ráró, de innentől kezdve be kell bizonyítani ott az ellenzéknek, hogy hogyan kellene működni egy országgyűlésnek, hagyni a Fideszt a fenébe, elkezdeni 2022 utáni kérdésekről, a rendszerváltozás utáni kérdésekről beszélni, megmutatni a magyar társadalomnak, hogy hogyan kellene kinézni egy kulturált vitának. Szerintem ez egy tökös dolog volna. Erre volna most szükség az ellenzéki szavazók irányába is egy üzenet lenne, az ellenzéki képviselők konstruktivitását is segíthetni, hogy értelmes vitákat lehetne folytatni, mert annak, ami most ott zajlik, de nem sok értelme van. Én is azt mondom. Bocsánat, csak szeretném Zolit is meghallgatni erről. Egy csomó kérdés van az én fejemben, és például ki közvetíteni ezeket a felsőházi sajtó. Ma már egy telefonnal... Az állami televízió? Nem, hát nyilván nem fogja, de ma már egy telefonnal a Facebookon vagy bárhol élőben lehet közvetíteni, és az a nézettség, amit ez produkálna szerintem, az egy nagyszerű fricska volna mondjuk az M1 nézettségi adataihoz képest. Zoli? Pont a lényegre kérdeztél rá. Az ötlet az kiváló. Annak az agytrösznek kell megszületni, vagy a képviselőinek azok a agytrözt közösségének, aki ezt az egész táncrendet kitalálja. Mert egy egyszeri átvonulással az ér. Itt a teljes protokollt, a menetrendet, a forgatókönyvet, az A-tól Z-ig, ami egyébként azért is egy jó megoldás lenne, mert azt a fajta képességet mutatná meg a választónak, hogy ez a társaság képes kollaborálni, együttműködni, megvitatni dolgokat, valamiféle olyan organizációt létrehozni, ami működőképes, és adott esetben elmegy, eldöcög, elgurul, elszágul, mindegy, hogyan mondjuk, a következő választás. Mi múlik akkor ez? Akár még a közvetítés kapcsán csak még egy javaslat, hogy akár az, ha a felsőházban nem működik, az lenne talán a legszimbolikusabb, meg a legszebb, akkor ki lehet vonulni, hát hány ellenzéki képviselő van? 61 néhány. Menjenek el az ország különféle vidéki városaiba, és mondjuk az egyik héten Szombathelyen, a másik héten Dunaújvárosban, a harmadik héten Egerben, Budapesten tartsanak a városházán árnyék országgyűlést, és vitassanak meg fontos kérdéseket. Ez nem a katartikus hatása lehetne. Igen.
Igen, én is azt gondolom, tehát én nem mondom azt, hogy teljesen otthagyni a parlamentet, ez egy rossz vita, hogy otthagyni teljesen. Az biztos, hogy nem szabad ugyanúgy csinálni, mint ahogy. Ezek voltak erre már példák, a Fidesz is megoldotta azt, hogy megmutatta azt, hogy ő nem vesz részt olyan formában abban, ennél jóval könnyebb helyzetben a parlamentben, de van sok más munkánk, és egyébként ez is lehetne, nem lehetne, ez is egy nagyon fontos feladat, hogy mutassuk meg, próbáljuk megmutatni, hogy tudunk együtt beszélni, tudunk épeszű és fontos vitákat folytatni. Ugyanakkor van másik feladat is, közösen meg kell küzdeni azért, hogy ilyen, hát így tudom mondani, szemétségek, amikor a játékszabályokat egyik napra a másikra megváltoztatják, ne történhessen, és azért a végén hagy hívjam fel a figyelmet erre a táblára, mert itt nem maga az volt csak a lényeg, hogy egy táblán... A propagandát azt értem, de a miniszterelnök majorságát, azzal mit akart üzenni? Nyelvtanilag ugye hasonlított egy korábbi táblára, ez volt az egyik... Most ne ismételjük meg, és szerettem volna fölhívni, és kíváncsi voltam, hogy ugye ez például hozza-e majd az Origó, hogy ugye a miniszterelnök 60 pusztán egy 1000 négyzetméteres mélygarást épít, és amikor megkérdezték, hogy az mi lesz, akkor azt mondta, hogy majorság. Erre próbáltam felhívni a figyelmet. Egyébként az Origó valóban nem hozta le. Az Origó annyit mondott, hogy táblákat lógattam le, és a korábbi táblát hozta ide föl. Na jó, menjünk akkor tovább. A következő témánk a miniszterelnök évértékelője. Ugye tegnap délután tartott Orbán Viktor évértékelőt. Az egyik témát emelem most ki, az a klímavédelem fontosságára való ráfordulása a miniszterelnöknek, de készítettünk egy rövid összefoglalót az évértékelőből, íme. Klímavédelmi akciótervet hirdetett 22. évértékelő beszédében Orbán Viktor. A miniszterelnök bejelentette, betiltják az egyszer használatos műanyagok forgalmazását. A következő két évben 32 milliárddal támogatják a kis- és középvállalkozások energiatermelését. Minden újszülött után 10 fát ültetnek. A következő 10 évben meghatszorozzák a naperőművek kapacitását. Hozzátette, 3 gyermekes anyáknak is adna teljes adókedvezményt. A GYED összegét megemelni, a fizetés 70%-a helyett 100%-át adná az anyáknak, illetve a GYES-en GYED-en lévőknek is biztosítana ingyen KRESZ vizsgát és nyelvtanfolyamot. Ezekről azonban meg kell győznie Varga Mihály pénzügyminisztert is, tette hozzá a miniszterelnök. Orbán Viktor az ellenzéki összefogáson is élcelődött. Azt mondta, teljesen avantgárd jelöltjeik vannak, kisnyilas nadrágot, vörös mellényt és szivárványos kitűzőt hordanak. A liberálisokról pedig azt mondta, olyan nincs, a liberális nem más, mint diplomás kommunista. Na, megmutathatjuk gyorsan, hogy hogy áll most a nap kérdése, szavazás állása. Ugye a műsor elején még úgy tűnt, hogy a nézők többsége az nem hisz Orbán Viktor zöld fordulatában. És ide tartozik, hogy Dávid Ferenc, aki ennek a műsornak rendszeres vendége szokott lenni, ma felhívja a figyelmet arra, hogy Orbán Viktor volt egyébként egy liberális párt elnöke, és a Nemzetközi Liberális Internacionáli alelnöke is. Azt írja Dávid Ferenc, hogy előfordulhat, hogy a 2030-as Fidesz elnök azt mondja majd, hogy a kereszténydemokrata nem más, mint templomba járó szocialista. Szóval, hogy tényleg érdekes, hogy mekkora utat tett meg Orbán Viktor a liberálisból addig, hogy... Egy diplomás kommunista lett, én azt mondom. Nem fér az bele egy politikus pályájába, és ezt Vona Gábornál azt gondolom, hogy különösen érdekes, vagy indokolt megkérdezni, hogy változik a véleménye? Sőt, szerintem, ha minden ember életébe bele kell, hogy férjen, hogy változik. Ha valaki nem változik, akkor az azt jelenti, hogy nem tanult semmit az életben, vagy az adott időszakban. Én büszke is vagyok a változásomra. A kérdés az, hogy az adott változás az milyen irányú. Tehát azért van valamiféle vektor itt minden változás esetében. És hát Orbán Viktor esetében azt látjuk, hogy persze ez is nézőpont kérdése. Lehet, hogy nagyon sokak számára szimpatikus, de azt látjuk, hogy Orbán Viktor egy polgári demokrata ígéretből lényegében a kommunizmussal annyit harcolt, hogy végül ő maga is kommunista lett. Legalábbis az eszközeit tekintve. Ez egyébként így van, ez egyetértek teljesen, de ebből a beszédről, ha a beszéd volt a téma, akkor én két dolgot hagy
emeljek ki. Az egyik, ugye jönnek az ígéretek, ígérgetés, és ugye elvileg majd fantasztikus pénzeket fognak osztani. Azért azt kell jól látni, hogy most jön a következő szakasza ezeknek a idézőjeles gazdaságpolitikáknak, elindul az infláció. Tehát most már muszáj már neki fizetéseket emelni, mert már ugye nincs munkaerő, de nem tud, és akkor ezért el fogja inflálni. Tehát minden örül valaki, hogy kap 6-7-8%-os fizetés emelést, és amikor már KSH azt mondja, hogy 5% körül lesz az infláció, ami akkor valószínűleg nyugodtan lesz 7-8% is, vagy aki bemegy és a húsárakat nézi, azok ennél jóval nagyobbak. Azért arra felhívnám a figyelmét, hogy a családvédelmi programban minden feltételes módban fogalmazott. Egyrészt, meg Varga Mihállyal erről még neki egyrészt feltételes beszélni, mód, de ha konkrét ígéret volt, az a klímavédelem. Ha egyrészt feltételes mód, de hogyha véletlenül megtörténik, akkor ezt majd elinflálja. Én hagyj beszéljek még egy dologról, ami ehhez a stop propaganda táblához tartozik, vagy ezt ihlette is, hogy ezt most ezt vettem elő. Nekem nagyon ijesztő gondolat volt, amikor azt mondja, hogy a ugye ne legyen Magyarországon olyan, hogy mondjuk a cigányság miatt hátrányt szenvedjen, de előnyt se. Ugye ezt mondta. Ez egy nagyon súlyos mondat, nagyon hasonlít, mint amikor ugyanezt mondták a zsidóságra nagyon sokan, hogy hát persze, de ne legyen előnye a zsidóknak, ugye ez nagyon hasonló dolog volt. Ezek nagyon ijesztő mondatok, és gyakorlatilag a propaganda gépezet egy második szakaszban, vagy nem tudom, harmadik sebességben, negyedik sebességben kapcsol, amikor már konkrétan a miniszterelnök gyakorlatilag nyíltan politizál ez ellen. Na most ez akkor, ha hozzátesszük ezeket az 50 milliárdos, évi 50 milliárdos propaganda költségeket, akkor gyakorlatilag nagyon komoly feladatokat ró elénk, mert akkor is, hogyha erre nem mindenki vevő, mert nyilván a magyaroknak egy nagyon nagy része nem vevő, de nyilvánvalóan lesznek erre nagy olyan emberek, akik ebből olyan indulatokat nyernek, amik nagyon csúnya időket tudnak eredményezni. Én érdekesnek találom ezt a klímatörténetet, én is egyetértek azzal, hogy természetesen egy politikusnak szíve joga változni az idők folyamán. Természetesen én, mint választó, majd eldöntöm, hogy hitelesnek tartom ezt a változást, vagy nem tartom hitelesnek. Mondjuk egy szélkakas fordulatának tekintem, vagy pedig valóban egyfajta fejlődésnek. Egyébként érdekes... Ugye, bocsánat, zárójel, ugye tavaly Magyarország, Lengyelországgal és Csehországgal együtt még megvétózta az uniós klímaegyezményt. Így jutottunk el a tegnapi délutáni. Viszont, amikor egyáltalán fölmerült ez a klímavédelem, én a magam részéről azt hittem, hogy miniszterelnökünk, mint az a bizonyos gyöngytyúk, utána fog menni ennek a történetnek, hiszen ha belegondolunk, óriási pénzek vannak a klímavédelemben. Nem is értettem, hogy Mészáros Lőrinc hogy nem ruházott be, és vásárolt. Ez történt, a teljes napelem biznisz. Így ezt mondom, már abban a pillanatban, és gyakorlatilag a jelenlegi állapotot tekintve, azt hiszem, nyugodtan megfordulhat a szavazati arány itt a kedves nézőknél, mert igenis, Orbán Viktor a legnagyobb őszintességgel fordul a klímavédelem felé, mert ekkora nagy biznisz, állítom, hogy sokkal jobb, mint a stadion, mert a stadion is zöld program, hiszen a gyep a zöld, ugye, hát tehát az is egy zöld program volt, de ez annak egy messze továbbfejlesztett változata. Nem beszélve arról, hogy szerintem a kommunikációs stratégiában ezt még össze is tudják kötni a migrációval, hiszen a klímaváltozásnak és a migrációnak ugye vannak közös pontjai, tehát kommunikációs tekintetben én sajnos azt gondolom, hogy ez egy nagyon jól felépített rendszer lehet, miközben a hitelessége valójában tényleg itt igazából azt gondolom csak anyagi megfontolásokról szól, de még ennek ellenére is be fogják tudni építeni abba a migrációs tematikába is, abszurd módon bizonyos értelemben, de mégis, ami az ő fő csapásirányuk. Ezzel együtt is én azt javaslom magunknak, meg mindannyiunknak, hogy a javaslatok szerintem nem rosszak. Tehát azért azt nem lenne szabad nem támogatni. Tehát a fejemben, hogy nem mindegy, hogy őszintén hisz benne, vagy politikai eszközként tekint rá, hogyha egyébként... Sőt, itt politikailag egy nagyon furfangos eszköz. Csak tekintsük, apróságot mondok, apróság, a elektromos buszoknak a kötelezővé tétele. Tessék mondani, ki fogja kifizetni ezeket az elektromos buszokat? Az önkormányzatok, akiknek ezeket a buszokat üzemeltetni kell, például Budapesten. Gyakorlatilag már bekerítette az önkormányzatokat. Az, hogy egyszer eldobható pakolás, kire lesz az ráterhelve? A gyárakra, termelőkre, kereskedőkre. Ezek mind egy fillérbe nem kerülnek a kormánynak, ugyanakkor
természetesen szavazatot hoznak, ugyanakkor természetesen bekeríti azokat az önkormányzatokat, akiket működésképpen csak anyagi értelemben, hanem politikai értelemben is, mert Karácsony Gergelynek ezután nagyon nehéz lesz azt mondani, hogy ő nem szeretne elektromos buszokat. Bocsánat, el kell menni reklámszünetet tartani. Köszönöm szépen, néhány perc és folytatjuk, maradjanak. Napíre második félidő Hatházi Ákossal, Horváth Zoltánnal, Vona Gáborral és persze önökkel, meg a következő témával, ami az, hogy az elmúlt 24 óra híre volt az is, hogy Dunaújvárosban működött ismét az ellenzéki összefogás, nyert az ellenzéki közös jelölt. Rövid ünneplést tartottak Dunaújvárosban vasárnap este, miután az ellenzék közös jelöltje, a jobbikos Kálló Gergely a szavazatok 56%-ával megnyerte az időközi választást. A független, de a Fidesz támogatásával induló Molnár Tibor mindössze 38%-ot kapott. A Fidesz rövid közleményben reagált. Szerintük alacsony részvétel mellett papírforma eredmény született. A kormány részéről a parlamenti folyosón egyedül Fónagy János államtitkár értékelt nagyon röviden. Történt, ami történt. A Jobbik elnöke szerint viszont vasárnap Dunaújvárosban valódi nemzeti konzultációt tartottak, amelynek mind az ellenzék, mind a kormány számára volt üzenete. Az ellenzéknek azt üzeni, hogy megvan a győztes recept a választókerületek szintjén. Most az a feladat, hogy megtaláljuk a 106 hiteles jelöltet, aki egy az egy ellen ki tud állni a Fidesz-szel szemben, és le is tudja győzni a kormánypártot. A kormánypárt számára pedig az az üzenet, hogy el kellene végre kezdeni kormányozni. Ugye a Fidesz álláspontját a közleményből ismerjük, alacsony részvétel mellett papírforma eredmény született, és tényleg 2018-ban Dunaújváros polgárai ugyanígy szavaztak, lehet azt mondani, hogy következetesek voltak. Alacsony részvétel, az is ténykérdés. Szóval, hogy látják ezt a tegnapi eredményt? Van-e jelentőség? Én azt hittem, hogy ha alacsony lesz a részvétel, akkor a Fidesz mozgósító erejének eredményeként sokkal szorosabb lesz az eredmény. Akár megszoríthatják, akár meg is nyerhetik a választás. Engem meglepett valóban az alacsony részvétel, illetve az alacsony részvétel melletti ellenzéki, közös ellenzéki. Tehát úgy tűnik, hogy a Fidesz még a saját szimpatizánsait sem tudta mozgósítani. Igen. Ez egy nagyon fontos üzenet, bár mondom, vonjunk le az alacsony részvételből, meg abból, hogy ez a körzet, ez már rég elveszett a Fidesz számára, tehát nem volt egy Fidesz fészek, tehát nem elvesztettek valamit, hanem ilyen értelemben valóban a papírforma jött be. Summa summarum, nem szabad túlzott következtetni, vagy túl messze menő következtetéseket levonni egy ilyen győzelemből. Ez egy fontos propaganda elem lehet a további kommunikációban, mert ez egy nagyon fontos, ilyen értelemben fontos győzelem volt, de hát mondom, ez nem jelez még semmiféle alapvető elmozdulást. Más vélemény? Mi nagyon egyetértek. Én annyiban részt is vettem ebben a kis kampányban, hogy támogattam a most már mandátumot szerzett képviselő urat a kis videójában, úgyhogy nagyon örültem neki személyesen, de 100%-ig egyetértek azzal, hogy persze ilyenkor én is voltam pártelnök, meg politikus, ilyenkor föl kell fújni ezt a sikert minél nagyobbra, de hogyha megnézzük, 18-ban a Jobbik egyedül nyert már itt, most meg az összes ellenzéki párt támogatásával sikerült nyerni. Győrben a Fidesz szerzett nemrég győzelmet, tehát hogy igazából mindenki hozta a hazai mérkőzést, akkor lenne ez érdekes, hogyha olyan helyeken tudna győzni, akár az ellenzék, akár a kormánypártól korábban nem tudott. Tehát hogyha valami trendváltozást látnánk, itt trendváltozás nem történt, de minden esetre az nagyon fontos, hogy az alacsony részvétel kapcsán én is azon gondolkodtam még kora délután, hogy itt lehet, hogy baj lesz, mert hogy egyszerűen a Fidesznek van meg az a mozgósító ereje hagyományosan, ami egy ilyen szituációban győzelmet hozhat. Az, hogy ez nem történt meg, az vagy azt mutatja, hogy a Fidesz most ezt elengedte, ezt a választást, vagy azt mutatja, hogy az a úgynevezett Kubatov lista, ami a néven mi ezt szoktuk emlegetni, az úgy tűnik, hogy nem biztos, hogy már olyan működőképes, mint volt. Nagyobb arányban nyert viszont az ellenzék, mint korábban. Szóval, hogy lehet, hogy mégiscsak működik az, hogy az ellenzéki szavazatok összeadhatók. Egyrészt azért hadd csatlakozok ehhez is, én is ez egy fontos tanulság, nem nincs már neki meg az a önkéntes tábora, ugye a Kubatov listákat ezt úgy használták,
hogy aki azon rajta van, hogy fideszes, ahhoz el kell menni, és azt el kell zavarni, fel kell hívni, be kell hozzá kopogtatni, hogy aki pedig ellenzéki, azt meg ne zavarjuk el. Ugye, ha mindenkinek beadok egy szórólapot, akkor azzal tulajdonképpen az ellenfelet is aktivizálom, és a Kubató listának ez volt a lényege, vagy ez a lényege, hogy majd ők mozgósítják a sajátjukat. Ez úgy látszik, hogy ez itt most nem működött, ez érdekes. De én is azt gondolom, és ez szerintem nagyon egyetértünk ebben, hogy optimizmusra ad okot. Fontos, hogy az ember optimista legyen, a pesszimizmus meg a depresszió az ugye halál. Ugye a túlzott optimizmus is veszélyes. Ugye én tőlem nagyon sokan kérdezik, legtöbbet talán azt halljuk, hogy mik az esélyek, hogy van-e esély 22-ben legyőzni a kormányt, és hát erre elméletileg nagyon könnyű lenne válasz, hogy mik ezek az esélyek. Mert nyilván 100% nincsen, mondjuk meg 100%-osan. Azzal egyet lehetne érteni, normál viszonyok között, amit a Lázár mond, hogy 50-50%. A Lázár azt mondja, 50-50%, és azért mondja, mert országosan ugye az ellenzék és a kormány 48-52 körülbelül nagyjából így áll. Csak hogy ez, azért ezzel vigyázni kell, van, aki örül ennek, hogy jaj, de jó, mert 50% esély van, de van arra is esély, hogy kikapunk, és hogy megint nem fogunk győzni, és mindenki gondoljon bele abba a másnapra, hogy amikor be kell jönni esetleg egy ilyen stúdióba, és esetleg vesztettünk, és még 4 évig maradnak. Na most az a baj, hogy ha ennek örülünk, hogy ez jó, akkor is csalódnunk kell, mert ahogy az előbb mondtam, amíg a Fidesz bármikor változtathat a játékszabályokon, ad abszurdum elmehet odáig, hogy mit tudom, hogy nem tartok választást. Mert most ott tartunk. Nem így fog, nem egyik napra a másikra, de mindig nehezítheti a pályát, mindig döntheti ezt a pályát. Amíg ezt engedjük, addig ez egy érzéki csalódás, hogy nekünk 50-50% Ezt vártam, mert ezt most az elmúlt 2 hétben a 3. politikustól, vagy volt politikustól hallom, hogy nem tudok mit kezdeni. Akkor, ha én kimondom, és egy élő adásban is, hogy pláne azt mondom, hogy én nem tudok mit kezdeni, bármit csinálhat a kormány, nem tudok rá olyan nyomást gyakorolni, hogy visszatérjen. Onnantól kezdve ez egy önmagát beteljesítő jóslat. Csak ezt nem attól fogja megtenni, mert a nyomást gyakorolsz, hanem az, hogy az ellenzék, bizonyos értelemben furcsa módon, amennyiben az ellenzék erősödik, és az ellenzék végzi a munkáját, attól tartok, hogy azzal egyenes arányban van annak a veszélye meg, hogy ezt megteszi. De ettől azt mondom is, hogy harcolni kell ellene, csak szerintem a legfontosabb meg pont az volna, hogyha itt van Kálló Gergő, aki most megnyerte. 2018-ban ő volt a kampányfőnek a győztes jobbikos képviselőnek, az önkormányzati választáson is ő volt a kampányfőnöke, vagyis ő lényegében másfél éve harci üzemmódban dolgozott, és tudott most nyerni. Ebből csak azt akarom kihozni, hogy nagyon sürgősen meg kellene találni ezt a 106 embert. Ez tény. Aki 2022-ben ezt a feladatot el kell, hogy végezze, mert minden egyes hónap veszteség, amíg az ember a kellő támogatással a hátam mögött nem tudja elkezdeni járni ez a választókerületet. Ez csak az egyik feladat. A másik feladat az, hogy a most megválasztott városvezetőnek, illetőleg a képviselőnek olyan munkát kell produkálni, amire lehet szavazni. Mert gyakorlatilag ez a siker, ez arra jó, hogy nekünk most mindenki, aki úgy gondolja meg, kikapott a Fidesz, jó érzés keltsen benne. Ezzel nem lett egy választás megnyerni. Igen, de hogy lehet sikeres munkát végezni úgy, hogyha közben például az iparűzési adót elveszik a településektől? Erre mondom a játékszabályokat. Ezért mondom a játékszabályokat. Tehát ez is egy olyan játékszabály, amiben gyakorlatilag megfújtja az önkormányzatokat, elveszi teljesen az önállóságát. De akkor eljutunk oda, hogy mégiscsak jogos volt volna Gábor közbevetése. Nem volt jogos. Hát ő azt mondta, hogy nem lehet erre a kormányra, nem lehet hatni. Én azt mondom... Nem azt mondtam, hogy azzal nem tudsz mit kezdeni, igen. Az, hogy ő mit fog csinálni. Olyan nyomás kell gyakorolni, hogy ezt nem erre megtenni. Például, amikor az van, hogy elveszi az országgyűlési képviselőknek a jogait, akkor az országgyűlési képviselők azt mondják, hogy nem vagyok hajlandó ezt játszani tovább. Az emberek akkor fognak segíteni, mert sokan mondják, mert az emberek nem jönnek. Az emberek akkor fognak jönni, ha azt látják, hogy mi elszántak vagyunk. Ha mi bemondjuk azt, hogy én nem tudok rájuk hatni, ez olyan, mint a pókerben azt mondom, hogy nekem nincsen semmi lapom, megmutatom a lapjaimat, és akkor onnantól kezdve biztos, hogy el fogjuk azt a játszmát veszíteni. Az derült ki számomra, hogy 2 dolog lehet halálos, az elbizakodottság és a kis hitűség. Ez így van. Mind a kettő árt. Jó, az utolsó témára fordulunk rá, a nap számát szeretném önöknek megmutatni. A nap száma ma 400 millió. Mindjárt elmondom, hogy miről van szó. Ért polgármestere Csőzik László közösségi oldalán adott tájékoztatást arról, hogy mennyibe kerül Érd városának a felnőtt női kézilabda csapat patronálása. Egyúttal bejelentette, ezentúl a helyi utánpótlásra összpontosítják majd az erőiket. Idézem most őt, a város csak tavaly 400 milliót költött a csapatra, az idei finanszírozási igény viszont már 700 millió forint lenne, és erre nincs forrás.
Szóval egyrészt ugye tök érthető, hogyha alapvető közszolgáltatások hiányoznak, akkor nincs 400 meg 700 millió forint sportra. Ugyanakkor meg nyilván szomorú egy ilyen döntés, hogy most már nem élvonalban játszik ért kézilabda csapata, de sokáig egyébként oda tartozott, tehát hogy mondjuk egy sikeres csapattól. Élvonalban én most is én. Szerintem ötödik, hatodik hely. Tehát, hogy igen. De már nem az első három között van. Igen. Szóval, hogy melyik ujjamba harapjak? Nem gondolom, tehát persze egy város segítse a csapatot, meg ez fontos, de akkor, hogyha egy csapat attól lesz, bocsánat, én nem érdet nem ismerem, Szekszárdot ismerem. Elvileg büszkének kell lennünk, és büszkék is vagyunk a kosárlabda csapatra, de ugyanakkor azt is látjuk, hogy az a kosárlabda csapat abból él, hogy a város horribilis pénzeket betesz, aztán abban a városba, vagy abban a csapatnak a vezetésébe beteszi a hozzá hű embereket, és aztán nagyon furcsa körülmények között nagyon sok pénz kimegy belőle. Tehát egy sportnak, egy élsportnak azért igazán nem abból kell élnie, és ez független, hogy foci, vagy milyen labdajáték, nem abból kellene élnie, hogy most melyik politikus és melyik állami résztvevő, vagy önkormányzati résztvevő mennyit tesz bele. Egy nagyon fontos dolog a sport, de valóban akkor, amikor gyakorlatilag alig-alig van már mozgástere az önkormányzatoknak, akkor nem azt kell elvárni, hogy majd az önkormányzatok fogják ezeket Tegyem hozzá, hogy ez szerintem lehet egy történelmi pillanat és fordulópont is. Egy városvezető, aki gyakorlatilag szembe megy a széllel, ugye, és azt a fajta állami központi elvárást, hogy mi sportnemzet vagyunk, és ami pénz van, nyomjuk bele a sportba, még az önkormányzati pénzeket is, azt mondja, hogy nem. És itt van az, amit előbb mondtam, hogy ez politika. Hozhat, nem tudom már meghozta azt a politikai döntést, hogy ő befejezi ebbe a zsákba való pénzt. Nem asszisztál ehhez. Uh-huh. Nem asszisztál, és ettől a perctől kezdve minden oda van adva a választónak, a várospolgárának, aki majd eldönti, hogy igaza van, vagy kikéri magának, mert ő ott akar izéli csápolni a kézilabda csapat mérkőzésein. Ha jól dolgozik, jól érvel, és azokat a pénzeket, amelyek így felszabadulnak, olyan dolgokra képes beforgatni, akkor a szavazó azt fogja mondani, hogy igaza van, luxus a kézilabda csapat, jöjjön egy nagy multi, tartsa el az, vagy fizesse a kormány, nem érdekel, a városnak erre nincs pénze. Ez egy nagyon fontos fordulat lett, és ha mások is neki bátorodnak, az egy valóban egy politikai eseményé, vagy eseménysorozattá nem esedhet. Nagyon-nagyon egyetértek. Tehát, hogy egyszerűen lehet, hogy eljött tényleg az a pillanat, amikor bármennyire is népszerűtlen, és biztos ért polgármesterének sem egyszerű, de ki kell mondani, hogy erre nincs pénz. Tehát, hogy itt Magyarország az élsport tekintetében, miközben én is nagy sportrajongó vagyok, de ez nem, az ország teljesítő képessége felett van bőven, nem beszélve azokról az anomáliákról, amikre az Ákos célzott, és ez nem fér bele. Ezt ki kell mondani, bármennyire is népszerűtlen, és én is bízom abban, hogy az emberek ezt érteni fogják, érden is meg az ország több pontján. Körülbelül ugyanazt érzem, mint az országgyűlési ellenzéki munkánál. Hogyha az országgyűlési ellenzéki képviselői kiülnének, és azt mondanák, hogy egy árnyék országgyűlés hoztunk létre, azt ugyanúgy értenék az emberek, mint amikor az érdi polgármester most azt mondja, hogy ezt nem fogjuk tudni tovább finanszírozni. Tehát ez egy olyan tökös dolog, amire te is céloztál, Ákos, hogy az emberek akkor követnek valakit, vagy akkor mennek egy ügy után, hogyha azt érzik, hogy abban van egy elszántság. Milyen furcsa, hogy úgy beszéltek erről, mint amihez politikusi bátorság kell. Azt kell. Pedig hát ez lenne egy városvezető dolga. Hát képviselje a városlakók érdekeit. Jó, és hogyha ez az érdiek érdekei, akkor a érdeke, neki így kell dönteni. Hát de a sportra a kormány a kommunikáció nagy részét építette. Hálózatot épít ezen keresztül, hiszen a klubokon keresztül családtagokat, embereket tud magához kötni, pénzt tud osztani. Tehát ennek számtalan politikai leágazása is van, és ebbe a darásfészekbe belenyúlni nagyon sok konfliktus. Jár. Itt azért itt majd lesznek ennek komoly anyagi vesztesei, akik az érdi kézilabda körül éltek, vagy abból éltek, akár éppen teljesen tisztességes módon is. Egy városvezetőnek ezt bevállalni, ugye az ért talán tavaly még nemzetközi kupában is szerepel. Ez is rosszul, ugye? Hány? Ez nem egy népszerű pillanat. És milyen sportszerűség, hogy már elnézést, de hogy mondjam, ellendemagógiával élhetne a városvezető, és mondhatná, hogy hát azért...
ez a csapat azért olyan jó, vagy volt azért jó korábban, mert rengeteg migráns játszott benne, ugye, 2 millió forintos fizetésekért, de ez sportszerben nem mondta ki. Tegnap már a miniszterelnök sem migráns hozott az év értékelőjébe, de a Horváth Zolinak azért sikerült. A következő fokozat, mert jön helyette a következő fokozat, ugye a nyílt cigányozás, illetve a bírók ellen indul be nagyon. Tehát ne gondoljuk azt, hogy ez a propaganda leáll, tehát ez a stock propaganda tábla, megint visszautalok, ez igenis, hogy fontos. Itt a végén hagy kapcsoljak ide egy másik hírt, nem tudom, ez volt-e itt a napi hírében, de szerintem elképesztő, ez a Szlovéniában veszünk ugye Lendván egy wellness központot, a magyar állam megvesz egy wellness központot, ugye azt mondja, hogy körül 10 millió euró, 9 millió euró, ugye 340-nel, hogyha felszorozzuk, akkor majdnem 10 milliárd, hogyha jól számolok, össze lehet ezt, ki lehet számolni, 10 milliárd forint, és közben pedig, hogyha visszavesszük, hogy mennyi az például az a gyöngyöspatai kártérítés, meg mennyi, amit ugye a börtönöknél kiadtak. 10 millió euró, az csak 3 milliárd forint egyébként. Számoljuk át, az se kevés, és az is többszöröse, ugye sokszorosa annak, mint amiről itt beszélnek. Ezek horribilis pénzek, wellness központ Lendván, állami pénzből. Itt a vége. Köszönöm szépen a beszélgetést Hatházi Ákosnak, Vona Gábornak és Horváth Zoltánnak, önöknek meg a figyelmet. Minden jót, viszontlátásra volna.